És mondom, mi jön még a naplóban? Sok mindent megtudnak Zámbó Imréről. Sok olyan dolgot, amelyet egyik csatornán sem láthattak, és egyetlen napilapban sem olvashattak. Az énekes testvérei és édesanyja beszél Jimmyről, és megemlítik, hogy sokan, nagyon sokan akartak és akarnak meggazdagodni a király halálából. Összeállításunk nem sokára, itt a naplóban. Zámbó Jimmy-től. A temetés előtt a báty forgalmat irányított. És már is megjelentek az üzletlesők. Mérlegen a valóság. Folytatódik a napló a TV2 riportalanyja Svábi Andrással. Következik Zámbó Imre tegnapi temetése egy olyan szemszögből, amilyenből még nem láthatták. A napló Jimmy testvéreivel volt a szertartás előtt, alatt és után. Meglátják, hogy a családnak gyakorlatilag nem maradt ideje arra, hogy elbúcsúzzon az énekestől, akinek életében sokkal-sokkal kevesebb barátja volt, mint halála után. Ezek a képek már a temetés és a hivatalos halotti tor után készültek. Zámbó Imre testvérei, gyermekei, édesanyja és családtagjaik egy Zámbó György tulajdonában lévő szórakozó helyen gyűltek össze. Kérdezték, hogy család, és akkor én már mutattam, hogy öt. Sajnos most ezt le kell zárni, vagy ezt, tehát már csak ennyit tudok mutatni. Én ezt nagyon rosszul is értem, mert mit se 15 éves vagyok, és nem szerettem volna még ilyen gyorsan fölnőni. De megmutatta az élet, hogy milyen kemény. Tehát úgy érzi, hogy a édesapja halála ezzel járt, hogy hirtelen fölnőtt? Hát igen, mert hát innentől kezdve a talpamra kell állnom. Tehát van nekem egy kisöcsém, rá nagyon kell vigyáznom, tehát mindenben mellette kell, hogy legyek, és tehát nagyon húzódik hozzám. Velem alszik, velem játszik, minden, és hogyha nem vagyok mellette, akkor rosszul érzi magát. Különösen az volt a nagyon nehéz, ugye, hogy a tragédiás a temetés között nagyon hosszú idő telt el. Ez az időszak borzasztó nehéz, és a mai nap is eszméletlen nehéz volt. A Zámbó családnak még soha nem voltak ilyen zaklatott napjai, mint az Imre halála óta eltelt közel 3 hétben. És Jimmy-t sem emlegették soha ilyen gyakorisággal a lapok, amíg élt. Halála az új évezred első sajtószenzációja lett. Gyakorlatilag 19 napja a bulvárlapok címoldalán szerepel. A lemezeladások királya, poszthumusz ugyan, de új rekordot ért el. Közel 3 hétig még soha senki semmilyen teljesítménnyel nem jutott Magyarországon címlapra. A hírversenyben az újságok igyekeztek mindent megírni. Sőt, a mindennél is többet, így nem kevés marhaság is napvilágot látott. Én nem nagyon szeretem, mikor így ennyit írnak róla. Szeretem, mikor fölhozzák, de nem szeretem, mikor leviszik. Mert mi az, hogy leviszik? Hát, hogy nem akarok most csúnyán beszélni. Hát, hogy rossz csúnyán mondanak róla. Tehát nem szeretem. És ilyenkor a fia mit érzel? Akkor nagyon rosszat. Tehát én nem zámbócsint vesztettem el az édesapámat. Én nagyon szerettem, és szerintem világon a legjobb apa volt. A harc nem csak a sajtóban folyt. Leszed a szemét! Na. Te utolsó orvos! A szemét! Ebből húzol hasznot! Nem húzok én hasznot! Akkor miért áll itt? Nem húzok miért áll itt? Menjen a virágjával! Menjen! A hölgyel az volt a gond, hogy virágot próbált árulni a temetés tervezett útvonalán, amit egy vérmesebb rajongó egyszerűen nem bírt elviselni. A virágosokkal nem csak kicsiben, nagyban is volt probléma. Tudtam már ilyet, hogy 1 millió forint a két koszorú. Állítom neked. Az előbb még 4 kiló volt. Azt mondta, hogy 4-450 darabja, tehát a 2 1 millió forint. Azért, mert az Iminek a koszorúja lesz, abszolút. Állítom neked. Maximum 200 000 forint. Igen. De azt még lenne, hogy 200 000 forint, de 1 millió a gyereket. Egy átlag ember kell nekem ez. Azt mondja most a virágos, ez 2,5 mázsa lesz. Adjad már. Adja már, gyerekek, ez egy nonsens dolog. Tudják, hogy a Jimmy ott van, pénz van, mindent most meg lehet húzni.
hogy fölkeresett tegnap egy aranyos tündér 17 éves gyerek, aki elhozta állítólag páncélautón a öcsémnek a legkedvesebb ruháját, mert az volt a szerencse ruhája, én tudom, hogy azt imádta és szerette, és egymillió ruhája mellett abba szeretett a legjobban fölépni. Bejött az öcsihez az üzletbe, és közölte velem, hogy tehát még el se temettük a testvéremet, hogy ha tudnék adni olyan rekviákat, ami a Jimmy-kéjé volt, mert tudja, hogy a nővéremnél nekem rengeteg mindenem van. Mondom, ne haragudj, öreg, ezt hogy képzelted? Hát azért álljon már meg a menet. Hát nincs el temetve a testvérem, és te most kiállítást akarsz nyitni. Hát mi bohóc, bohózzolgot csinálsz, vagy mi egyáltalán. És teljesen totál ki voltunk az öcsivel, az elkezdett sírni, kész. Végig is mondtuk, ne arra, hogy nem tárgyalunk az ügyről, ennyi. Pontosan, ez ugyanaz, mint a bögre, a telefon, a góló, a megjelentek ezek is? Hallottam a visszajelzést, igen. Hál' Isteneket, mondjuk levédjük az ilyen dolgokat, de ez nevetséges, hogy még el sincs temetve az egyszerűen, és még ilyenekkel kell foglalkozni a családnak, hogy levédje, mert egyszerűen a pénzhajszág, az busztus a dolgokat találnak, és már mondom. Az életében is így volt, bár akárhova elment, úgy autószerelőhöz, úgy bárhová, minden dupláron számoltak fel a Jimmynek. Abszolút, szóval olyan dolgai voltak, hogy katasztrófa, és dühönbe jött. Miért? És akkor voltak az, hogy vagy a testvérem kérte meg, vagy a nejét, és legtöbbször az Edith volt az, aki mindenbe intézkedett, mert nem tudták, hogy a Jimmy felesége, mert úgy ment, ugye? A család most abban a stúdióban beszélget, ahol mi lehetnek fele született. Szerdélben Szabó Gyula Kossuth Díjas színművész itt mondta CD-re azt a verset, amely a szombati temetésen hangzott el. A testvérek azért érkeztek, hogy úgymond jóváhagyásukat adják a műre. Közik azért küldte, hogy vigasztalunk legyen, bánatunkat dab az enge, hogy szívünk szabad legyen. Elment tőlünk csillagúton, távoli felé, csillagport intett magából, bágyja emberek közé. Most királyok közt jár az égen, s onnan néz le. Könycsebb csillog a szemünkben, dalolj, dalolj rólunk. Ugyanezen a napon a Csepeli temetőben az utolsó simításokat végezték Zámbó Imre kriptáján. A kőműves mester nem először dolgozik Zámbóéknak. Én csak néztem, amikor a megtörtént a baleset, hogy hát a Jimmynek a házát, mondom, hát azt én csináltam valamikor a befejező munkálatokat. Hát akkor mi nem. De biztos nem gondolta, hogy ön sírját is fogja csinálni. Hát azt nem gondolta. Hát azt senki, egyik sem gondolta, hogy még egy ilyen fiatal embernek ilyen korán meg kell halni. Zámbó Imre lényegében a Csepel Szent Imre tér Budapétén Kampóna viszonylatban közlekedő 138-as jelzésű autógálójába építették. A rajongóknak, akik már a hét közepén is virágokat hoztak a leendő sírhoz, nem volt nehéz dolguk, amikor a kriptát keresték. Csak ezért tetszett, hogy a kamáron és megnéztem a házat. Azért nem a temetésre jöttem, mert rengetegen lesznek a temetésre. Megnézem a televízióba ott. A korai látogatók ellenére a munka roham tempóban volt. A segédek zokszó nélkül dolgoztak, hétvégén is, hogy időben elkészüljön a gránitlapokkal borított hatszemélyes kripta föld alatti része. Ami majd kívülről is látható lesz, azt csak később építik meg. Megzavarhatom a munkát? Meg. Az érdekelne, hogy kőműveseknek vagy kőművessegédeknek ez olyan különleges feladatnak számít? Hát így, hogy tudjuk, hogy kinek készül, így igen. Az nagy dolog a királynak a sírját csinálni? Hát valahol igen, azt érezzük. És ez mitől másabb, mint mondjuk egy hétköznapi embernek a sírját csinálni? Tehát büszkeség van ilyenkor önökben, vagy? Hát nem büszkeség, csak megpróbáljuk a lehető legjobbat, legtöbbet adni. Elkezdve mindenféle falazás, vasbetonszerelés, utána burkolás, fugázás, mindenféle. Jó legyen minden már. Nem sok idő van, hogy minél előbb kész legyünk. A ravatalozás előtti estét a család Zámbó György bárjában töltötte.
Itt hamarosan minden átalakul. Zenész királyhoz illő emlékhely lesz. Drága bátyám, az ide leszokott jönni. Lejött, örömzenéléseket csináltunk. Akkor Drága két fiát is lehozta. Úgyhogy abszolút családias volt a hangulat, sőt, többet mondom. Zenész kollégáival is itt óriási jamikat csináltunk. Hát szeretnénk, hogy ezt a történet itt. Hát elsősorban a rajongóknak és a barátainak szeretnénk egy olyan helyet, ahol összejöhetnek, és bújjukat, bánatukat itt közösen megbeszéljük. Természetesen az ő dalaival emlékezve. Január 26-án a Music Dance Pub bezárja kapuit, és megnyílik majd helyette az Ambo Jimmy emlékhely. A klubot az énekes testvérei fogják üzemeltetni, fontos hangsúlyozni, hogy nem nyerességvágyból. Bárki ingyen bejöhet, majd a rajongók is, csak a várakozásra tekintettel előre ingyen belépőjegyet kell igényelni telefonon. A falakon kizárólag Jimmy poszterek lesznek, és kizárólag Jimmy zenéje fog majd odabent szólni. Egyébként Zambó ebben is első Magyarországon, nem csak a lemezeladásban. Ő az első énekes, akiről klubot neveznek el az országban. Péntek reggel a csepeli görög katolikus templomnál. Óriási a nyüzsgés. Nehéz eldönteni, hogy egy show műsor előkészületei folynak-e itt, vagy tényleg egy temetésé. Egy videókivetítő, hát itt nagy tömegeket várnak a ravatalozáshoz, és ezért gondoltuk, hogy itt lássák közben képernyőn is, hogy mi történik bent a templomban. Robán Gábor lelkész azt mondja, részéről minden ugyanúgy zajlik majd, mint bármelyik más szertartáson. Jó Isten előtt és alában minden ember egyforma. Viszont ugye a készülődésnél mégiscsak úgy tűnik, hogy mégsem. Hát igen, család eredetileg csöndben, zárt körben, viszonylag zárt körben szerette volna megtartani ezt a szertartást, de ezt nem lehet megoldani a rajongók sokasága miatt. Kicsit furcsa is, mert ugye a gyász az abszolút bensőséges dolog, nem pont ezt veszíti el ezáltal az egész szertartásnak bensőségességét? A bensőségességet külsőséges alapján nem lehet megítélni, tehát azért még ha itt sokaság is van, azért belülről gondolom mindenki valamilyen fokon vagy módon gyászol. Délelőtt 10 óra van körülbelül, és már itt állnak, úgy tudom, hogy csak 2-től lehet bemenni, nem? Igen. Miért jöttek ilyen korán? Na de azért, hogy tehát minél hamarabb a sort álljunk itt előtt, tehát, hogy legalább megláshassuk a koporsorát, akkor is jobban lesz a szívünknek. Azért állunk sort. Ne jöttek itt a testről? Nem, egy hosszú pályából. Nem. Én jöttem egyedül hosszú pályából. Mink 4-en, igen. Most még 4 óra hosszat ebben a hidegben. Én itt még, hogyha még egy hónapot is itt fogok állni, megadom a zsibit. Csak kokosok. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrral te veled. Áldott vagy te a szasszonyok között. Áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki könyörüljön Jimmy szolgáló lelkén. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amin. Adj Uram örök nyugodalmat, nyugodjék békébe. Jézus Krisztus. Meg szabad kérdeznem, hogy hány éves tetszik lenni? 70. Mi? 70 évesen is tetszett szeretni ezt a fiatalos zenét? Hát ő nem mai gyerek, régen ének. Hát régen, igen. És miért tetszett szeretni hallgatni? Hát ilyen nincsen. Senki nem volt ilyen zenész, mert ő nem a, ő olyan emberi, megható, fájost is, szerelmes is, olyan direkt emberi érzési énekeket, jót is, szépet is mindig mondta. Érkeznek a koszorúk, a rajongók fantáziája végtelen. A kerítés mellett egyre hosszabb lesz a sor, a kerítésen belül pedig egyre több a fotós, az újságíró, a tévés. Befut dr. Komáromi István is, a belügyminisztérium főtanácsosa, Jimmy énekestársa, barátja.
Egy szál virágot visz a készülő ravatalra, és egy CD-t hoz a naplónak. Ezen a lemezen rajta van egyedül éneklem, a Jimmy ennek a rendezője, az egész lemeznek egyébként, és ez egy azért különleges, mert egy koncerten előadtuk, és a végén feljött hozzám, és tületbe legyen. A végén. Ez még nem jelent meg egyébként. Nem is fog. Miért állunk így? Mi volt a jel? Mi ez a csönd? A szívünk fel. Miért állunk így? Mi volt a jel? Mi ez a csönd? A szívünk fel. Dél körül biztonsági emberekből is szokatlan mérőek jöttek. Egy óra tájban pedig megérkezett a család. Cirka 30 percük volt, hogy búcsút vegyenek Zámbó Imrétől. A család távozása után pedig jöhettek a rajongók. Bent a templomban nem volt megállás. Egy-egy ember legfeljebb pillantásnyi időt tölthetett a király koporsójának közelében. Kint a kapunál kialakult ugyan némi tülekedés, de a kilométeres tömegsor elszántan, kultúráltan és bizakodóan várakozott. Mit gondolnak, hogy mikorra fognak sorra kerülni? Hát reméljük este 7 órára bejusson. Hajlandók annyit sorra állni? Hát még ha kell reggelig is, igen. Ha kell reggelig? Igen. Van olyan ember még Magyarországon, akiért ilyen áldozatot meghozná? Mint nem, a Jimmy-ért? Nem. De van. Nem. Hát család. Hol van? Nincs. Ezek a képek már másnap délelőtt, a temetés napján készültek. A testvérek, rokonok, barátok az Üllői úton a Fradi pályánál gyülekeztek. Innen indult a legalább 50 autóból álló menet Cseperre, rendőri felvezetéssel. Csepel előtt némi gond akadt, cirka 20 percet állt a sor. Addig a testvére temetésre igyekvő Zámbó Tihamér kénytelen volt a forgalmat irányítani. Közben a templom előtt és a környező utcákban már hatalmasan nőtt a tömeg. Mindenki nyugodt volt, de egyre kíváncsibb. Zámbó Imrét görög katolikus szertartás szerint búcsúztatták. A templomból hintón indult a király utolsó útjára, 2001. január 20-án, 2 óra tájban. A temetés története képekben. Közlekedés. Először a fővárosi utakon nézünk körül, a Fővinformból Havasi Zsolt jelentkezik. 13 órától 15 óráig lezárásokra kell számítani Csepelen a gyászmenet több mint 4 kilométeres útvonalán. A Rákóczi tér, Kolozsvári utca, Szent István út, Martinát utca, Festő utca, Erdősor utca, Szabadság utca, Orion utca, Krizantém utca, II. Rákóczi Ferenc útvonalon. Valamint a keresztező utak egy-egy szakaszán leállítják a közlekedést addig, amíg a menet elhalad. 17 óráig a II. Rákóczi Ferenc utat a Csepeli út és a Krizantém utca között nem használhatják az autósok. A 38-as és a 138-as buszok 17 óráig nem közlekednek, viszont a 48-as, az 51-es, az 59-es és a 71-es autóbuszok sűrűbben járnak. Este a lelkezámbói emlékhely klubban. Én nekem soha, én számon nem jött ki az, hogy király, ha szabad mondanom, és az embereknek, és akik őket szerették, őket ejtem ki esetleg, de ők
mozva, hogy király. Nekem csak imi cím volt. A család és a barátok nem tudtak napirendre térni afölött, hogy a tetszésen a szakma alig képviseltette magát. A család fájdalmát diplomatikusan magában tartott, de a barátok már nem. Ami nekem fájt, hogy nekem ezek a fiúk ugyanúgy a gyerekeim voltak, mert az én klubjaimból kerültek ki, és nekem ez borzalmasan fáj, hogy felvettek egy emlékműsort, hogy mindenki ott volt nekik a templomban, most a temetésen, ahogy a kórus állt, a másik oldalon jó lett volna, ha ők is ott állnak, és megadják a Jimmynek a végső kötességet. Ez kollegális lett volna szerintem, és én nem mondok neveket, mert sajnálom, hogy egyáltalán így kell nyilatkozni azokról az emberekről, akiket én ugyanúgy szívemből szerettem, mint a Jimmy. A régi át még keményebben fogalmaz. Itt, amit megcsináltak pénzekért, rengetegen énekeltek, rengeteg pénzbe került. Gondolom mindenki fölmarkolt egy nagyobb összeget, mert elkészült az a műsor, mert a média fizetett ezeknek a zenészeknek, előadó művészeknek, színészeknek, és őket úgy látszik, hogy csak a pénz érdekelte, holott ők azt nyilatkozták, hogy ők barátok. De ezek szerint nem barátok, mert csak a pénzért csináltak valamit, érdekből. Tehát minden a pénz körül forog. Talán pont ezért érzi úgy a család, különösen fontos köszönetet mondani mindazoknak, akik ott voltak. Bizony, bementem az zongorájába, amin ő tanult, és egy billentyűt letörtem. Amint tanultunk? Hát igen. Letörtem egy billentyűt, és egy rózsát hátba tettem be, és most oda tettem neki. Azzal kezdte, és hogy hát az égiek pancsait előveszi, és éppen azt a billentyűt. Felhasználja. Nagyon köszönöm. Holnap a Jó Reggelt Magyarországban folytatjuk, itt lesznek a stúdióban Zámbó Imre testvére.